2022 első fél évében a műtrágya forgalmazók 795 ezer tonna műtrágyát értékesítettek közvetlenül a mezőgazdasági termelők részére. Az átlagosan háromszorosára emelkedett műtrágya árak mellett az értékesített mennyiség 29,6%-kal volt kevesebb, mint egy évvel korábban. Ennek eredményeképpen 2022 első fél évében a műtrágya értékesítés nettó árbevétele 198,6 milliárd forint volt, vagyis több mint kétszerese 2021 azonos időszakához képest. A legnagyobb kereslet a mészszammon salétrom iránt jelentkezett. 2022 első fél évében a közvetlenül mezőgazdasági termelőknek értékesített 795 ezer tonna műtrágyából 670 ezer tonna egykomponensű, 125 ezer tonna pedig összetett műtrágya volt. Az előző évekhez hasonlóan a legnagyobb kereslet a mészszammon salétrom iránt jelentkezett 2022 első fél évében. A teljes műtrágya forgalom 45%-át, az egykomponensű nitrogén műtrágya értékesítés 54%-át a MAS tette ki, összesen 355 ezer tonnát adtak el belőle. Ez a mennyiség 23%-kal kevesebb a 2021 első félévi bázis időszakához képest. A második legnépszerűbb termék a karbamid, 55 ezer tonna volt, amelyből 36 ezer tonnával értékesítettek többent, mint ammóniumnitrátból, 16 ezer tonna. A teljes műtrágya értékesítés közel 9%-át fette le ez a két termék 2022 első félévében. A műtrágya értékesítés nettó árbevétele 198,6 milliárd forint volt, vagyis több mint kétszerese 2021 azonos időszakához képest.